Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Itt van Wawrek Zsolt, lakosságüzletágigazgató. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Hát, ja, 10 óra, akkor inkább szép napot kívánunk. Na, mi a helyzet a tőzsdéken idehaza, Európa szerte, mi újság? Hát azt látjuk, hogy azért egy kicsit iránykeresés van itt a mai napon, legalábbis ideig ezt láttuk. A BUX az pluszban nyitott, de most már átment mínuszba, ilyen mínusz 0,25%-ba. Napelején volt egy kis lendület, az amerikai futures-ok, illetve az európai piacok is azt mutatták, hogy egy kis pozitív hangulat érkezik a piacokra. Hát most ez egy kicsit alább hagyott, tehát most már csak körbenézünk Európába, akkor azt látjuk, hogy a DAX index az már csak plusz 6 pont, ilyen plusz 50 pont körül is volt a nap elején. A francia index is plusz 9 pont, a angol index is plusz néhány pont ebben a pillanatban, tehát nagyjából elfogyott a lendület a futures-okra, hogyha rátekintünk a tengeren tudom, ott pedig azt látjuk, hogy ott azok pedig már mínuszban vannak, tehát ott inkább esést várnak a mai napra. Tehát egyelőre ennyi a hangulat, a forgalom is elég gyenge itt, hát már lassan majdnem egy óra elteltével azt látom, hogy még a másfél milliárdot éppen csak átlépte, tehát itt ilyenkor azért már sokkal, akár dupla ekkora forgalom is jellemző szokott lenni a magyar piacra. Hogyha végignézünk a blue chip-eken, akkor azt látjuk, hogy a OTP az 13.310 forint, hát ez nagyjából megegyezik a tegnapi záróértékével, mínusz 30 forint, a Richter 8685 forint, itt van egy ilyen lefelé irányuló trend, ugye felment 9000 forintig, új csúcsra ment, és onnan azért elég gyorsan lefordult, tegnap azért leginkább a Richter húzta le a BUX indexet, és akkor ez az esés tovább folytatódik 0,3%-kal, MOL is 0,3%-kal lejjebb van 2234 forinton, és az M-Telekom az, amelyik még viszonylag tűrhetően néz ki, tartja magát, 412 forinton volt az utolsó kötés, ott ugye jövő héten gyors jelentés lesz, várják azt, hogy a osztalékodikával lesz-e valami nyilatkozás a cég részéről, és van egy kis optimizmus. Igen. Akkor ennek az örömködés, mert mostában jól teljesít a Telekom. Szerintem igen. Aha. Szerintem igen, tehát látják azt, hogy az eredménye, ugye az 5-3-4 éves eredménye is jó volt, valószínűleg utolsó negyed évben megint nem történt, szerintem úgymond hozta, amit elvárnak tőle, másrészt a frekvencia pályázatok lezáródtak, pontosan nagyjából pontosan lőtték be azért fizetett díjakat, és a Digi az egy kicsit kezd kigolyózódni itt a versenyből, tehát nem igazán tudott fellépni jelentős piaci szereplőként, és hát az M-Telekom pedig termeli a pénzt alapvetően, és szerintem arra számítanak, hogy vagy egy kis osztalék szintemelkedés, vagy valami osztalékpolitika bejelentése biztos, hogy dobhatna a részvényár folyamán. Világos. A MOL, amit mondtál, hogy a gyors jelentését közölte, alapvetően kicsit alálőtt a várakozásoknak, ott mi a reakció? Ott igazából 2000, tehát 0,3%-os mínusz, tehát itt a gyors jelentés az alapvetően jobb volt, mint a tavalyi éveli elvárt, tehát 1,9 milliárd dollárt vártak ugye éves szinten az eredményre, ezt túl teljesítette, de ez már ugye a időszaki számokból látható volt, tehát és a évvégi várakozásokat egy kicsit alul lőtték, legalábbis én úgy láttam, és akkor ennek volt köszönhető az, hogy igazából nincsen semmi extra benne. A 2021-es éves EBITDA-jukat viszont megemelték 2,3 milliárd, a korábbi 1,9 milliárdról, tehát ez szerintem ez pozitív azért. Ez mindenképpen. A befektetők inkább előre tekintenek, úgyhogy lehet, hogy ezt majd értékelik egy jobb hangulatban esetleg. Forintpiacon mi a helyzet? Forintpiacon, hát ott sincs nagy mozgás, 358 forint, 30 fillért kell adni egy euróért, és 295 forint, 40 fillért egy dollárért. Az euró-dollárban van egy újabb jelentős mozgás, ugye eléggé megközelítette az 1,20-as lélektani szintet tegnap előtt az euró-dollár, de onnan visszafordult, és most már megint 1,21-27, tehát megint elkezdett, bocsánat, egy kicsit felfelé menni az árfolyama. Hát itt küzd, ez az 1,20 azért eléggé küzd itt az euró-dollár, hogy a dollár azt tud erősödni, vagy megint a gyengülés útjára lép, na most éppen a gyengülés útján van. Oké, Zsolt, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot, jó hétvégén! Szép napot mindenkinek, szia. Sziasztok! Wawrek Zsolt, lakossági üzletágigazgató számolt be nekünk az árfolyamokról. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
Nem zenebonálunk már, Gábor, mert akkor nem jut esetleg idő még azokra az egyebekre, apróságokra, amit mondtál, hogy még el szeretnél mondani. Jó, csatlakoznék akkor a bizniszhez, ha már éppen tőzsdéztünk. Aztán pont a múlt héten említettem a Jet2 légitársaságot. Angliából, hát az Egyesült Királyságból, szinte kizárólag már a mediterrán meleg éghajlatra, napos vidékekre utaztató cég, és hogy ők viszonylag jó helyzetben jöttek bele ebbe a válságba, és úgy is tűnt, hogy neki ez működik. Az volt a hír, hogy eltolták az újraindulást, az már látszott egészen húsvét utánig. Noha a brit lockdown az hát már március közepét, március második felét mondják most, de Boris Johnson aztán most a hétvégén vagy jövő elén ad majd konkrétabb időpontot. Nagyon szépen lecsengett ott is a harmadik hullám, de ugye a mutációktól ott is félnek, és drákói szigor van a belépésnél az Egyesült Királyság, úgyhogy érdekes lesz, hogy majd utazás szempontból mit fog mondani. Minden esetre a Jet2 ezt nem várta meg, és ugye az üzleti rész az annyi, hogy egy Sherry Shoe-val jöttek elő, hát ötödével higgó a részvény állomány, jól meg is ütötte a tőzsde, a piac ennél jobbnak érezte a helyzetet, de úgy tűnik, hogy ezt az újabb két hónapos leállást, amit a február közepéhez, az április közepéig eltolás jelentett, ők egyáltalán nem repülnek, teljesen leállt a cég, tehát most már április közepéig biztosan, ezt már, hogy vagy nem tudták kibekkelni, vagy csak, hogy legyen tartalékuk, akár még egy hosszabbra is, ezt bejelentettek új részvénykibocsátást, nagyjából 10%-kal a piacjár alatt, és hát ezt nem díjazta a piac, érthető módon ilyenkor általában adják a részvényeket még hozzá. Nem kis mértékben. Ők egyébként hozzátették, hogy a nyárral szemben is pessimistábbak lettek, amiről az imént is beszéltem. Ami a még jól mutatja egyébként a kilátásokat, az egész egyszerűen a Wizzairnek a útvonal hálózata. Tehát ők egész egyszerűen úgy működnek, az utolsó pillanatig nyitva tartják, hogy elindítják a járatot, vagy nem indítják el, ugye erről is volt szó. Napról napra változtatgatják a menetrendet, ezt a befektetők szeretik hallani, és ez nagy előnye a cégnek, rugalmas, stb. Utas szempontból megszívás, amikor az order előtt törlik a járat, amire készültél akár. Itt van például ez a március elejei Tenerife-i újraindulás, amit ugye kapásból most a héten töröltek, mármint a Budapestről. Bécsből marad, úgyhogy ezért érdemes átfutni, hogy ez mit mutat, tehát ha lehet úgy a Wizzair Index, ők akkor indítanak egy gyártot, hogyha már látják a foglalásokból, hogy azt szinte biztosan nagyjából cashflow pozitívan meg tudják tölteni, ez ilyen egyszerű. Ameddig nem, addig áll, addig nem megy semmi. Bécsből Tenerifét meg tudják tölteni 150 eurós átlagáron, akkor csinálják és repülik, ha kell, akkor többször is, és fölfele is ugyanolyan rugalmasak, mint lefele. Azzal, hogy elindult a nyárat múlt héten Dubajba, 4-re nőtt a budapesti útvonalak száma, amit repülnek, és most vasárnap újraindul Párizs. Ez a jó hír, tehát február, nagyon kemény azért nem, hogy a januári háromból, február végére sikerül 5-re föltornázni a működő útvonalat. Igen, az szép. Közel duplázott. Igen, abszolút. Ez tök jó. Akkor hozzáteszem zárójelbe a többieket. Ryanair 2-t üzemeltet, és nem is bővít. Március végéig, amikor a nyári menetrendváltás van, ez a két tipikus munkás útvonal, Dublin és London, plusz az EasyJetnek megvan a két svájci útvonal egyébként, a Genfi és a Bázeli. Ez is hétvégenként, azt mondom, hogy péntek-vasárnap, vagy csak vasárnap ilyen hazajárós, ez is ilyen tipikus, aki esetleg onnan járnak dolgozni. Ez, ami még fönt tudott maradni, ez működik. Azon kívül semmi. És tologatják kifele, március közepétől már vannak Wizzair útvonalak, illetve amit március elején lettek volna, eltolták már március közepére, úgyhogy akkor lesz néhány útvonal újraindítva, és a nagy kérdés az nyilván az új menetrend. Én attól tartok, hogy amit látunk most a nyári menetrendváltástól, hogy újraindul, gyakorlatilag minden benne van még a menetrendben, ebből a drasztikus törlések azok majd hamarosan el fognak kezdődni, mert annak a fele se fog újraindulni, tehát ott lesz majd még az óriási vágás. Az elképzelhető, hogy ilyen párjárat, mint amit karácsonykor láttunk, hogy a karácsonyi időszakra újraindul, itt tudom én, egy Göteborg, egy Brüsszel, amikor nagyobb mozgás van a szünet környékén, esetleg lehet,
Aztán a nagy része újra leáll majd utána szerintem áprilisra, úgyhogy ez ami most nagyon félrevezető, ha ránézel a menetrendre, ami igazából látszik, az nagyjából március közepéig, az a nagyon nagy nihil, illetve hát két újrainduló útvonal, ami jó hír, de azon túl még igazából semmi nem mutat optimizmust, legalábbis a magyarországi utazási hajlandóságot kedvet illetően. És akkor visszatérek az elejére, annak ellenére, hogy elvileg az ország negyede elvileg védett a vírustól és utazhat. Aztán lehet, hogyha majd elkezdik megkapni ezeket a vakcina útleveleket, igazolásokat, igazolványokat, ezt a lapocskát az emberek, akkor nőhet majd valamit az érdeklődés. Viszont akkor is elrettentő az, ami kívül folyik, tehát a célállomások fogynak, illetve a célállomásokon annyira szigorúak a belépési feltételek, és amire lehetett számítani, most tudom, hogy ismétlem önmagam, csak ez összefoglaló, hogy már ezekkel a vakcina igazolásokkal sok helyen szeretettel várják a turistákat. Ez látszik most kútba esni, amióta kiderült, hogy az új mutánsok, új variánsok közül nem biztos, hogy az oltások mindegyik ellen védettséget nyújtanak, és úgy tűnik, hogy hiába jó a britre, hogyha a dél-afrikaira, meg a legújabbakra erre kevesebb az esély, úgyhogy sokkal negatívabb lett a helyzet az elmúlt két hétben ahhoz képest, amit gondoltunk mondjuk február elején sajnos. Kérdezze egy hallgató, hogy kocsival Hollandiába? Az jó kérdés, mert ugye már Ausztriába... Hollandia azért is érdekes, mert... ott is, igen, repülővel is, kocsival átmész több határon is, és ott mindnél simán beleszaladhatsz, hogy nem engednek be. Elvileg Ausztriába tranzitként, hogyha igazolod az úti célot, akkor beengednek, aztán utána Németországnál, hogy ott mi van, ott a Csehország, hát nem tudom. Minden egyes országot külön-külön végig kell venni, hogy éppen milyenek a beutazási feltételek, és ugye a Csehországgal szemben hoztak a németek intézkedéseket, ott már a vendégmunkások egy részét sem engedik be, csak aki a kritikus infrastruktúrában dolgoznak, úgyhogy nagyon nehéz. Ha nekem mindenképp mennem kellene, akkor valószínűleg repülnék, mert akkor elég a holland szabályozást néznem, és de van járat. Tehát, hogyha van járat, akkor még egyszerűbb, mert a megmaradó útvonalak között van Eindhoven. Igaz, hogy már a heti háromról visszament heti egyre az is, mert hogy olyan kevesen tudnak utazni. De még így is lehet, hogy egyszerűbb. Szokásos kötelező indulás előtti PCR-teszt, amit magadnak csinálsz, is kevés már a belépéshez, hanem ez a legdurvább, hogy indulás előtt 4 órával készült antigén teszt pluszban. Tehát ha nincs az kiindulási reptéren olyan hely, ahol ezt megcsinálnák, akkor már buktam is. A budapesti reptéren van egyébként, tehát elvileg meg lehet csinálni, de ezért kellett például a KLM-nek egy csomó járatot leállítani, mert a saját személyzetének sem tudta ezt biztosítani, és félő volt, hogy valaki ott ragad, vagy valaki ott ezen megbukik, akkor rögtön ott ragad az egész személyzet, mert nem tud visszarepülni a gép, meg kiesik valaki a személyzetből, hogyha véletlenül csak valakinek ez véletlenül pozitív lesz. Tehát ezért kellett egy csomó változtatás, meg egy csomó útvonalat bezárni a KLM-nek, emiatt a szabályozás, nagyon szigorú holland szabályozás. Oké, Gábor, elfogyott az időnk. Jaj, nem néztem az órát. Igen, hát én nézem, mert tudod, nehéz aztán az iroda előtt elslisszolni, hogyha az ember túllövi, úgyhogy aki itt bent van, gondolom, az jobban nézi. Úgyhogy köszi szépen az összefoglalót a hallgatóknak, köszi a mai megtisztelő figyelmet, sőt az egész hetit. Hétfőn újra kezdjük fél héttől, Millás reggeli. Most jönnek a hírek, utána zenék, délutáni hétvégi programok itt a 90.9 Jazzin, és... hát ha nem napsütés nem is, de egy ilyen plusz 1-2 fokos napra lehet számítani, vagy maximum hőmérsékletre. De utána javulni fog, és jön vissza a 10 fok jövő héten. Na, akkor azt kibekkeljük. Szép napot, jó hétvégét mindenkinek, sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak. A